Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Közgyűlés több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik a Tolna megyei önkormányzat. Molotov koktél robbanószerrel próbált bosszút állni a sértett férj. Múzeumok éjszakája, különleges helyeket is bejárhattak az érdeklődők. Jubileum 25-ször rendezték meg a Siómenti Országos Halfőző Fesztivált Sióalgárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 16 millió forinttal 1 milliárd 311 millióra nőtt a Tolna megyei önkormányzat költségvetése. A büdzsét tovább növelheti az a közel 13 millió forint, amire pályázatot nyújtottak be a pénzügyminisztériumhoz. Ezt az állam a váratlan kiadásokra adja a megyei önkormányzatoknak. A legutóbbi megyei közgyűlésen elfogadták az erről szóló határozati javaslatot, ahogy szó volt arról is, hogy a több mint 1 milliárd forintos siófejlesztés hamarosan kezdetét veszi. 16 millió forinttal 1,3 milliárd forintra nőtt a Tolna megyei önkormányzat költségvetése. A büdzsét tovább növelheti az a közel 13 millió forint, amire pályázatot nyújtottak be a pénzügyminisztériumhoz. Ezt az állam a váratlan kiadásokra adja a megyei önkormányzatoknak. Összesen mintegy 300 millió forintra lehet pályázni. A Tolna megyei önkormányzat az elnyert 6 millió forintból megújítaná a tisztségviselők informatikai eszközeit és autóját, a maradék közel 7 millió forintot pedig személyi juttatásokra vagy a hivatal üzemeltetésével kapcsolatos dolgokra költi majd el. A közgyűlésen elfogadták az erről szóló határozati javaslatot. Ezeket mi több céllal szoktuk felhasználni, általában egyrészt a hivatalunk működésére, másrészt a megyei önkormányzatnak pályázati lehetőségeit ezzel a pénzösszeggel tudjuk támogatni, harmadsorban pedig egyéb kiadásaink is szoktak lenni, épületfelújítás, a működéshez használatos összegek biztosítása. Az ülésen szó volt arról is, hogy a több mint 1 milliárd forintos, több mint 10 települést érintő siófejlesztés hamarosan kezdetét veszi. Az utolsó pecsétek is rákerültek a nyertes pályázatokra, ugye 10 települést fog érinteni ez a sió projekt, ezeken a településeken fogunk megállókat, vízi megállókat létesíteni, amelyet rákapcsolunk egyébként egy úthálózatos, tehát kerékpáros, országutas hálózatra, tehát sokféle oldalról meg lehet majd közelíteni ezt a területet Tolna megyében. Azt gondoljuk, hogy most már a megvalósítás elindul. A közgyűlésen szó esett arról is, hogy milyen komoly munkát végeztek az értékfeltáró közösség tagjai. Ezt bizonyítja az is, hogy a megyei értéktárban immár 423 érték szerepel, amivel Tolna megye az ország három legaktívabb megyéi közé került be. Ezt a munkát kívánják tovább folytatni és még több települést bevonni a munkába. Szó esett arról is, hogy a június 28-ai szekszárdi Váramegye programon jelentik be, idén mely értékek érdemelték ki a Tolnai Kum címet. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy az idén kik kapják meg a megye kitüntető díjait. Mindössze 19 percre volt szükségük a rendőröknek ahhoz, hogy elfogjanak egy rablót Szekszárdon. Az elkövető a város központjában egy padon ülő férfire támadt rá. Itt, Szekszárd belvárosában, a Béri Balog utcában fényes nappal támadta meg az áldozatát a rabló. Egy pillanatig sem törődött azzal, hogy többen is látták, ahogy minden ok nélkül belekötött a padon ülő férfiba. Előbb csak ököllel ütötte, majd fejbe is rúgta. Ezután átkutatta a ruháját és elvette a pénzét, majd elmenekült. Nem egészen 20 perccel később már a rablót motozták át a rendőrök, pillanatok alatt fogták el. A sértett nagyon jó személyleírást adott az elkövetőről, ezért kollégáimnak rövid időn belül, pontosan 19 percen belül sikerült azonosítania és elfognia az elkövetőt. Rendőrök kísérik vezetőszáron a támadót, miután kihallgatták, a férfi a hétvégét már a fogdán töltötte. A férfit kollégáim gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A hétvégén a férfit a szekszárdi járásbíróság letartóztatásba helyette. Szekszárdi férfit megtámadó, majd kirabló gyanúsított, tettéért akár 8 év börtönt is kaphat. Molotov koktéllal támadta korábbi felesége új élettársára egy férfi Dombóváron, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt tragédia, a benzinnel töltött boros üveg ugyanis nem törött szét. Így néz ki lassítva egy Molotov koktél robbanása.
Ez az egyik legegyszerűbben elkészíthető fegyver, ilyennel támadt rá a korábbi felesége új élettársára, a dombóvári férfi. Babettával érkezett az áldozat nyaralójához, a meggyújtott rongyal lezárt benzinnel teli üveget pedig a kerítésen dobta át. Az üveg viszont nem törött el, ezért a megtámadott férfi visszadobta, ám az még mindig egyben maradt. Egy darabig szó szerint dobálni kezdte egymást a lángoló boros üveggel a két férfi, aminek a kettejük közé álló feleség vetett véget. Ő dobta a molotov koktélt a kert hátsó részébe, így akadályozta meg, hogy tragédia történjen. A támadó exfér ügyében most hozott ítéletet a bíróság. A szekszárdi járásbíróság közveszélyokozás büntette és zaklatás büntette miatt mondta ki bűnösnek a dombóvári vádlottat, ezért 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíró szerint a férfi annak ellenére is jogosan lett közveszélyokozásával megvádolva, hogy a molotov koktéltól végül senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Fennállt annak a reális veszélye, hogy amennyiben felrobban, úgy a melléképületet is felgyújtotta volna, az autót is berobbantotta volna, így félő, hogy súlyosabb károkat okozott volna, és személyi sérüléssel is járhatott volna. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is elfogadta. Az útra folyt rengeteg sár miatt borult fel egy autó szombaton éjszaka a 6-os úton Paksnál, a kocsi megcsúszott, ezután pedig a feje tetejére állt. A balesetben senki nem sérült meg, az útszakasz megtisztítása és a forgalom korlátozás éjjel 1 órára fejeződött be. Vélhetően elaludt annak az autónak a dunaszekcsői sofőrje, ami szombatra virradó éjszaka letért az útról, majd egy ház tornác falának ütközött Várdombon. Úgy tudjuk, hogy a férfi nemrég szerezte meg a jogosítványát, a balesetben senki nem sérült meg. Nyáron szinte nem telik el Tolna megyében sem úgy nap, hogy ne riasztanák a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. Májusban egész hónapban mindössze 5, júniusban pedig 3 hét alatt már 18 szabadtéri tűzesethez riasztották a megyei tűzoltókat. Ezek többsége emberi mulasztás felelőtlenség miatt alakul ki, vagyis megelőzhetőek lennének, hívja fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Így égett az aljnövényzet József pusztán. A tűzoltók több órás munkával tudták csak megfékezni a tüzet. Ezek a felvételek június elején készültek. Ezt is, ahogy a legtöbb tűzesetet, emberi mulasztás okozta. Elég egy el nem oltott, felelőtlenül eldobott cigaretta vagy gyufa a tűz keletkezéséhez, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Hozzátette, a nyári meleg megérkezésével nőtt a szabadtéri tüzek száma is Tolna megyében. Szinte nem telik el úgy egy nap, hogy ne riasztanák a tűzoltókat. 147 szabadtéri tűzesethez vonultak 2019-ben a tűzoltók. Nyilván a szabadtéri tűzek mennyisége azért nagyrészt függ az időjárástól is. Ez jól látszik abban, hogy májusban mindössze 5 vonulás volt, júniusban pedig a száraz, meleg időjárás során pedig már 18-szor riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amiben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy nem szabad felügyelet nélkül hagyni a szabadban meggyújtott tüzet, és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A várható időjárásról is érdemes tájékozódni, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének. Csak akkor a tüzet rakjunk, amekkorát el is tudunk oltani. A kerti hulladékok égetésével kapcsolatban tudni kell azt, hogy belterületen ezeknek a hulladékoknak az elégetése alapvetően tilos, kivéve ott, ahol az önkormányzat saját rendelettel szabályozza ezt, de akkor is csak abban az időpontban, amit a rendelet leszabályoz. A külterületen végzett égetés pedig engedélyhez kötött, így előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. A növényzet, talló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Egyre népszerűbb a Szent Iván éhhez kapcsolódó, idén már 17. alkalommal megrendezett országos esemény, a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Jelzi ezt, hogy egyre több intézmény nyitja meg kapuit a látogatók előtt, Szekszárdon a közgyűjtemények mellett a törvényszék épületének zárt helyiségeibe is eljuthattak a látogatók. Valami hasonló elszántsággal álltak a lőállásba Hajdan a Leventék, mint ez a fiatal ember, aki a Múzeumok Éjszakájának programján ismerkedhetett a fegyverhasználattal. Az idei esztendő kiemelkedő programja volt a két világháború Tolna megyei Levente egyleteinek életét bemutató kiállítás.
Odor János, a múzeum igazgatója azt mondta, a rendezvény a kezdetek óta egyfajta közösségi élményt generál. Azzal, hogy a múzeumot olyan oldalról próbáljuk megmutatni, amit hétköznap általában nem, vagy az átlag látogató nem láthat olyan helyeket, vagy olyan típusú rendezvényeket, rendhagyó tárlatvezetéseket és egyebeket vehet részt, az nyilvánvalóan egy vérfrissítést hoz magával. Tehát ez a mi esetünkben is teljesen természetesen így volt. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondta, a rendezvény hozzájárul a szekszárdi lét megerősödéséhez, hiszen olyan tudás birtokába kerülhetnek a résztvevők, melyek erősíthetik kapcsolatukat a várossal. Ugye sokkal közel visz bennünket a múlthoz, a gyökerekhez, a tradíciókhoz, és ebből a szempontból nagyon fontos ez a kiállítás. Természetesen ezeken keresztül magához a városhoz, és ez pedig a városhoz való kötődést tudja erősíteni. Az ajtó riasztója jelezte, hogy ebbe a helységben normális körülmények között nem léphetnek be civilek. Szombat este viszont látogatókkal telt meg a szekszárdi törvényszék irattára is. Rengetegen voltak kíváncsiak az óránként induló tárlatvezetésekre. Szekszárdiak vagyunk, és a feleségem a Facebookon látta megosztva egy ismerősénél, és onnan jött az információ, és kíváncsiak voltunk, mert mi is még nem voltunk ilyen helyen, hál' Istennek. A törvényszéken dolgozó bírók és szakemberek első alkalommal csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. A pincétől a padlástérig tartó tárlatvezetéssel, bíróságtörténeti kiállítással és előadásokkal is készültek. A résztvevők pedig ajándékot is kaphattak. A látogatók kedvébe szerettünk volna járni. Összesen 6 programmal készültünk, aki ebből 4 programon részt vesz, és egy pecsétet a látogatási lapra, amit szeretnék megmutatni, rögzít, akkor kis csokoládé jutalmat kap. A Vármegyeházán nyílt meg az a kiállítás, mely Kisfaludi Stróbel Zsigmond plasztikáin keresztül nyújt egyfajta keresztmetszetet az egyik legismertebb magyar szobrász munkásságából. Ez egy nagyon népszerű, szerethető, a szépségre, a természethűségre való törekvéssel jellemezhető irányzat, ami mindvégig az ő pályája alatt alkalmas volt arra, hogy közterekre is fölállítsák. A Múzeumok Éjszakája országos programsorozat Tolna megyei rendezvényein összesen több ezer ember vett részt. Jövő héten már kapható lesz a hazai dinnye az árusoknál, ez a szokásoshoz képest némi késés jelent, és a szezon elején kisebb mennyiséget tudnak leszedni a dinnyetermelők. Ezt az okozza, hogy a virágzás idején hűvösebbek voltak az éjszakák, ezért gyengébb volt a termés kötődése, nyilatkozta Ledó Ferenc, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. 19. alkalommal rendezték meg hétvégén Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A háromnapos programsorozat ideje alatt az érdeklődők több mint 30 program közül választhatták ki a nekik legjobban tetszőt. A helyi Krenclány néptáncsoport műsora nyitotta a Völgységi Könyvfesztivált Bonyhádon, ami már a 19. ilyen rendezvény volt a sorban. A fesztiválon rengeteg szerző mutatkozott be, és sok író-olvasó találkozóval is készültek a szervezők. Voltak, akik más településekről, például Szekszárdról érkeztek, hogy beleolvashassanak egy-egy friss kötetbe. Olvastam a Facebookon, és érdekelt. A Völgységi Könyvfesztiválon ma már hagyománynak számít, hogy egy helyi szerző vagy szerzőpáros könyvét is bemutatják. Ezt emelte ki köszöntőjében a település polgármestere Filóné Ferenc Hibolya, aki büszke arra, hogy a város egy ilyen nagy múltú fesztiválnak ad otthont. Aminek szívből örülök, hogy gyakorlatilag minden évben van olyan kiadvány és olyan megjelenés, ami helyi érdekeltségű, így van ez idén is, hiszen megjelenik egy újabb Bonyhád kötet, most éppen a Percelkert gyönyörű fájról, ami egy civil összefogásnak a köszönhetően jött létre. A könyvfesztiválon több mint 30 program közül válogathattak az érdeklődők. Ismét megtelt élettel a Siolgárdi Leányvár Tolna megye egyik legnagyobb összefüggő pincefaluja. A 25. Siómenti Országos Halfőző Fesztivál idejére ezúttal is megnyíltak a pinceajtók, és baráti társaságok lepték el a domboldalt. És úgy hangzik ez a név, hogy Szita Rudolf. Várjuk szeretettel! Szita Rudolf mindent vitt. Ő lett az idei halfőző verseny legjobb szakácsa. Elvitte azt a vándorserleget is, melyet egy esztendőn át őrizhet. Azt mondja, a leányvári együttlét sava borsa a halfőző versenynek, ami most pont akkora, amekkorának lennie kell. Épp ennek a falunak, meg a közösségnek elég. 25 évvel ezelőtt Faddi Varga János és Ferenc Vilmos kezdeményezésére indult útjára a halfőző, és vált országhatáron túl is ismerté.
Aki egyszer ide eljön, az visszatér, mert a hangulat visszahozza. Ez volt a szlogenünk, legyünk együtt, tegyünk együtt. Ez az idei év, ez a szlogenünk, és ez így van. Na de ha kicsit globálisabban gondolkozol, egy szekszárdi borvidék része vagyunk. És igazán a borvidéknek egy olyan értéke van itt, amit meg kellene mutatni másnak is. Gerő Attila polgármester úgy véli, fontos lenne a pincefalu további fejlődése szempontjából, ha gazdágra találnának az üresen álló pincék, mert a leányvád olyan érték a szekszárdi borvidéken, amit meg kell őrizni a következő generációk számára is. Leányvár jövője nem egyszerű, hogy egy fesztiválból, hanem ugye, mivel egy nap ilyen nagy az érdeklődés, ezt kellene szerint ki kell tolni több időszakra is, és az lenne az egyetlen egy megoldás, hiszen a hely adott, a környezet adott, és Szekszárdon egy beszélünk, mi a legjobb borkultúrával rendelkező az országban, és ezt kellene valahogy marketingbe ezt alátámasztani, azt, hogy nem csak a nagy pincészetek vannak, hanem a kézműves, házi, egyszerű borászatok is. A gasztronómiai értékek mellett a résztvevők áldozhattak a kultúra oltárán is. Többek között megismerkedhettek a hagyományos sárközi és sióalgárdi viseletek részleteivel is. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Újabb világcég érkezik Pécsre, autóipari beszállító kezdhet termelésbe 17 milliárdból. Elektromos robogók Pécsen környezetbarát közlekedési rendszert adtak át. A dokumentumokat és a csomagokat is átvizsgálják, hajón is ellenőriz a NAV. Pénteken délután jelentették be Budapesten, hogy a német ThyssenKrupp motoralkatrészgyárat épít Pécset. A beruházás mintegy 17 milliárd forint értékű, és már szeptemberben indul az építkezés. A gyárépületnek a déli ipari park ad otthont, ahol 2020-ban kezdődhet el a termelés. Az ipari beruházás 200 munkahelyet jelent a városnak, ezen felül pedig jelentős adóbevételt a pécsi önkormányzatnak. Ez a cég települ be a déli ipari parkba. Az autóipari multicég érkezését pénteken jelentették be. Hosszú tárgyalások eredménye, hogy sikerült nagy befektetőt hozni Pécsre, mondja a város alpolgármestere. A ThyssenKrupp egy mintegy 17 milliárd forintos beruházásba kezd, várhatóan ősszel induló építkezéssel a pécsi déli ipari parkban. Ez Pécs számára komoly eredmény és nagy siker, amelyért sokat küzdöttünk. Szeretnék külön is köszönetet mondani a magyar kormány részéről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, aki sokat segített, valamint Decsi István alpolgármester kollégámnak, aki időt és energiát nem kímélve vezette a városi egyeztetéseket, sokszor éjszakába nyúló egyeztetéseket az elmúlt hónapokban. Nem egyszerű összeszerelő üzemről van szó, hanem nagyon magas minőségű ipari gyártásról, derült ki a bejelentés után. A most Pécsre érkező német óriás cég egy komoly autóipari beszállító, amely főtengel alkatrészeket és elektromotorokat fog a pécsi üzemében gyártani. Első körben közel 200 pécsi polgárnak fognak munkahelyet biztosítani, és fontos hangsúlyozni, az ipar 4.0 megoldásait fogják alkalmazni, tehát kifejezetten a nagy hozzáadott értéket képviselő munkahelyek jönnek létre Pécs városában a ma bejelentett beruházás eredményeként. A munkahelyek mellett jelentős iparűzési adóra is számíthat a pécsi önkormányzat. Az új befektető miatt egyébként módosítani kellett a déli ipari parkba elképzelt üzemcsarnok terveit, illetve jelentős földmunkákat és mélyépítési munkákat végeznek majd. Mintegy 6 hektáros területet érint ez, amit az új befektetőnek alakítanak ki. 20 robogóval indult el az E.ON és a Blinky City együttműködése Pécsen. A főváros után hazánkban másodikként az egyetemi városban élvezhetik a használók a 100%-ban elektromos robogó megosztó rendszert, amely csökkenti a légszennyezettséget, a városi zajterhelést és a forgalmi dugókat, mindeközben felgyorsítja, könnyebbé teszi a városi közlekedést. Hangtalanul suhan Pécs alpolgármestere, Őri László próbálta ki elsőként az elektromos robogó flotta egyik tagját péntek délelőtt a Kodály központ előtt. Itt mutatták be a Blinky City rendszert hivatalosan, amit már használhatnak a városban. Jelenleg 20 Blinky City elektromos robogóval vagyunk itt Pécsen, itt kezdtük a szolgáltatást a 20 robogóval. 100% elektromos robogóról van szó, egy applikáción keresztüli használatot, kulcs nélküli használatot tesz lehetővé, előzetes
rendszeresen be kell regisztrálni személyes adatokat, illetve a jogosítvány, illetve egy fizetőeszközt. A fizetőeszközt, mindezeket jóvá hagyták, akkor indulhat a használat. Erről minden felhasználó kap egy visszajelzést. Perc alapú díja van a rendszernek. A robogókat a kijelölt zónán belül bárhol hagyhatják a használat után. Az új felhasználók látják az alkalmazás segítségével, hogy hol keressék az e-robogókat. Nincs dokkolóállomás, az üzemeltető feladata, hogy feltöltött akkumulátorok legyenek mindig a járművekben. Az elektromos robogó megosztó rendszert támogatja az E.ON. Tehát az E.ON véletlenül kapcsolódott ehhez a programhoz. Egy nagyon szerencsés találkozás volt múlt évben. Egy olyan lengyel startup magyarországi meghonosításába vehetünk részt, amely a fenntarthatóságot, az innovációt, az előremutatóságot, a személyre szabottságot mind megvalósítja. Ezeket a szavakat azért használtam, mert ez az E.ON víziójának mind szerves eleme. Ezért volt megtisztelő a kezdeményezés mellé állni és támogatni, mondja Jamnicki Zsolt. A hátsó, zárható dobozban van a bukósisak, amihez egészségügyi hajháló jár, így közvetlenül nem érintkeznek a használók a védőeszközzel, valamint a szükséges iratok, használati kézikönyv. Hazánkban Budapest után Pécset üzemelték be másodikként az elektromos robogó megosztó rendszert. A fővárosban már 22 ezer regisztrált felhasználója van. Leginkább a 20 és 35 év közöttiek között a legnépszerűbb. Szigorú szabályok alapján vizsgálják át a NAV munkatársai a hajókon utazókat. Az utasok dokumentációját és holmiát is megvizsgálják. A hivatal egy átfogó kiadványt is készített ezekről a tudnivalókról. Az utastájékoztató elérhető a NAV honlapján. Nem csak a hajókat és annak személyzetét, hanem az utasokat is ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mohácson például az elmúlt évben 247 utasszállító vízi jármű állt meg a kikötőnél. A NAV munkatársai minden esetben ellenőrzik az utasok dokumentációját, de magát a hajót is átvizsgálják. Ha felmerül a gyanú, akkor pedig csempészárut is kereshetnek. Emellett átvizsgálják az utazók holmiát, melyre szigorú szabályok vonatkoznak. Milyen termékeket hoznak be az országba, illetve milyen termékeket vihetnek ki. Legfontosabb ezek közül például a dohánytermék, mennyi cigarettát vihetnek magukkal, alkoholtermék, de ide tartozik például a kisállat is. Tehát, hogy van-e a kiskutyának például állatútlevele, megvan-e minden oltása, minden rendben van-e vele, illetve vannak olyan speciális gyógyszerek is, amelyekhez külön engedély szükséges, tehát ezekre is oda kell nagyon figyelni. Dohánytermékek esetén például 40 darab cigaretta, vagy 20 darab szivarka, vagy 10 darab szivar, vagy 50 g fogyasztási dohány a megengedett mennyiség. A szabályok minden utasra vonatkoznak, akár az EU-n belül, akár az unión kívüli országba, vagy visszautazik. Mindenről és más fontos információról a hivatal készített egy átfogó kiadványt. Az utastájékoztató elérhető elektronikus formában a www.nav.gov.hu oldalon. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Közgyűlés több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik a Tolna megyei önkormányzat. Molotov koktél robbanószerrel próbált bosszút állni a sértett férj. Múzeumok éjszakája, különleges helyeket is bejárhattak az érdeklődők. Jubileum 25-ször rendezték meg a Siómenti Országos Halfőző Fesztivált Sióalgárdon. Kedden már alapvetően száraz és meleg strandidőre van kilátás, fátyol felhő, illetve kevés gomoly felhő lesz az égen, a hőmérséklet 30 fok körül tetőzik a délutáni órákban. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!